Teasütemény, kávé, legyezős hölgyek, szivarozó urak és egy múmia. Az 1700-as évektől egészen a 20. század elejéig igen látványos módját választották a mumiák kicsomagolásának az úri körökben. Közönség előtt távolították el a pólyát, feszegették a testrészeket és tárták fel a testeket. A múmiamánia hóbortá csapott át, mikor is gyógyszert, sőt festéket készítettek az összetört, majd megőrült maradványokból. Míg a múlt század elején csupán a nemi hovatartozást, esetleg a csonttöréseket tudták vizsgálni, a paleopatológia kialakulásával már sokféle betegségre fényt tudtak deríteni. A röntgen 1896-os felfedezését követően már ugyanebben az évben múmiát is röntgeneztek. A tudomány előrehaladásával DNS laborok alakultak, illetve a DNS laboroknak olyan részeit, ahol csak kizárólag ezeket a múmiákat vizsgálhatták meg, tehát a régen élt embereknek a maradványait. Ez fontos elkülöníteni a többi DNS vizsgálatra alkalmas humán labortól, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy ne keveredjenek ezek a DNS maradványok, vagy ez a minták, ami saját, vagy a kutatóknak a DNS-ében. Az egyiptomi múmiák esetében a DNS vizsgálatok rokonsági összefüggéseket, betegségeket, kórokozókat tártak fel. Sokszor azonban zavart okozott, hogy a sírablók a testeket összekeverték, az egyik szarkofágból a másikba helyezték. Manapság a múmiák titkainak megfejtésében a DNS vizsgálatok és a rutinszerűen alkalmazott radiológiai vizsgálatok segítenek. Ebbe talán az a legfantasztikusabb, hogy olyan vékony szeletekre szeleteljük föl, idézőjelben a gép segítségével a múmiát, hogy utána ezeket a szeleteket összerakva gyakorlatilag életre kelthetjük, három dimenzióban meg tudjuk jeleníteni magát az egész testet, vagy esetleg azt az érintett területet, ami fontosabb, például a koponya. Van már még egy újabb technika, ami az is csak pár éves, az úgynevezett rapid prototype, ami azt jelenti, hogy a három dimenzióban megjelenített képen bármi legyen, és az jelen esetben mondjuk egy múmia, vagy a múmia egy része, a koponyája, azt ki lehet nyomtatni. Tehát kezünkbe lehet fogni, meg lehet vizsgálni, és például az arcrekonstrukciót is el lehet később rajta végezni. A CT felvételek alapján készített koponya másolat, valamint az arcrekonstrukció segítségével fényderült arra, hogy a váci múmiák közt nyugvó igen rémisztő arcú Tauber Antónia ugyan nem volt kifejezett szépség, de arca kedves volt. Ezt a leírások is igazolták, melyben megemlítették törékeny termetét, sápadt tekintetét. Halála utáni torzarcát pedig annak köszönhette, hogy öltöztetői nem kellően szorosan kötötték fel az állát. Ennek a dél-amerikai múmiának a kilétét is kétely övezte. A nő két gyermekkel nagy fejtörést okozott, a gyűjtőjük sem tudta, pontosan kiket birtokol. Valószínűleg egy időben éltek, bár egy kb. 50 évnyi különbség van a felnőtt nő és az egyik gyerek becsült régészeti kora között. Azonban miután kiderült, hogy a hajvizsgálatból az is kiderült, hogy milyen táplálkozást folytattak, hát egész pontosan ugye a nő, a tengeri, főleg tengeri eredet, tengerből származó élelmiszert fogyasztott, ami egy kicsit el szokta tolni a C14-es eredményeket. Tehát nem kizárt, hogy egy időben éltek. Az egyik gyerek az biztosan a nővel élt egy időben, az, amelyik a feje alatt vagy a koponyája alatt található, a másikat azt lehet, hogy kicsit később helyezték el. A C14 vizsgálat segítségével kiderült, hogy a kisebb baba pár hónapos lehetett, a nagyobbik 2-3 éves, a nő pedig középkorú. Mivel DNS-t nem sikerült kinyerni, nem tudni, hogy a saját gyermekei voltak-e. A hajvizsgálatoknál a dél-amerikai múmiákon sok esetben nikotin, illetve kuka maradványokat találtak. A batyúról is így kívülről nézve csak az látszik, hogy valami be van burkolva textile, és a radiológiai vizsgálatok segítségével derült ki, hogy egy egészen kicsike kisgyermeknek a maradványait rejti. Talán a megszületés után halt meg, vagy pár héttel a megszületés után, tehát egy nagyon picike csecsemőnek a maradványa látható belőle benne. Az is kiderült, hogy azon túl, hogy ugye nem tudjuk, hogy kisfiú volt, egy kislány, az nem deríthető ki még ebben az állapotban, de az életkorán túl az is kiderült, hogy valószínűleg súlyos fejlődési rendellenességgel született, a gerincének egy szakasza nyitott volt. Mondjuk a gerincnek az alsó szakasza, ami nem annyira brutális, de lehet, hogy ebbe halt bele. A mumifikálás során textilekbe bugyolálták a testet, a kicsi nyakába pedig egy nyakláncot helyeztek a szülők. A régészek sok, akár 100-150 kg-os batyut is feltártak. A lápi holttestekkel már kicsit nehezebb a kutatóknak a helyzete, mert a lábnak a humén savai
azon kívül, hogy a csontokat megpuhítják és a tőzeg rétegek összenyomják, tehát eléggé átalakítják a testet, a huminsavak tönkreteszik a DNS tartalmat is. Így például a kiállításban látható úgynevezett verdingei pár, akiről a kezdeti vizsgálatok azt mutatták ki, hogy egy férfi meg egy nő, aztán pár évvel ezelőtt, talán 10 évvel ezelőtt kiderítették, hogy ez két férfinek a maradványa. Tehát a röntgenvizsgálatok azért ebben is segítettek. A legizgalmasabb és Európában a legkevésbé ismert eljárás az önmumifikálás volt. A szokás Japánban alakult ki, onnan került át Kína és Vietnám területére. A gyűjtő úgy hitte, hogy egy Buddha szobor tulajdonosa. Azonban az első röntgenvizsgálatok kiderítették, hogy az aranyozott ezüst szobor egy 30-40 éves férfi mumiáját rejti. A test az 1100-as évekből származik, a párnát pedig úgy 300 évvel később tették alá. Ők azt gondolták, hogy ha több hónapon keresztül egyre kevesebbet esznek, egyre kevesebb folyadékot vesznek magukhoz, és egy idő után egy ilyen kőfülkébe vagy egy sírba, inkább sírnak nevezhetnénk, beültek, és egy idő után annyira elvesztik a vizet, hogy mumiává válnak. Ők természetesen nem mumiává akartak válni, hanem megvilágosodni akarták, tehát Buddhává akartak válni. Ez nagyon sok esetben sikerült is, bár manapság a világban összesen talán 20-22 ilyen mumia van, aki önmumifikálás során jutott el a mumia állapotig. A múmiák vizsgálata egyre izgalmasabb és rejtélyesebb. A technika fejlődésével a múlt titkos ajtói megnyílnak, és közelebb kerülünk az eltűnt korok kultúráihoz. Itt a Természettudományi Múzeum kiállításának antropológiai, radiológiai laboratóriumában vár ránk még egy egyiptomi férfi és egy szakállas múmia is. Az utóbbiról egyelőre semmit sem tudni. A kiállítás ideje alatt folyó vizsgálatok segítségével fényderülhet a férfi korára, kilétére, származására, sőt akár azt is megtudhatjuk, miként lelte halálát.